Akkor sok szeretettel üdvözlök mindenkit ebben a szép családias hangulatban. A mai nap a 80 huszár, amit megnézünk, az a film Sára Sándor filmje. Sára Sándor rendezte, Sára Sándor, Csóri Sándor írta a forgatókönyv, az operatőr is Sári Sándor volt. Tehát ugye Sári Sándor filmjét 1978-ban mutatták be, amely az 1848-49-es magyar forradalom és szabadsághoz dicsőségesnek hírelt, ám tragikus mozzanatokban bővelkedő epizódjáról szólt, kitalált, megszerkesztett történet, noha minden mozzanata mögött dokumentum erejű tények sorakoznak. Aki ismeri Petőfi Sándor Lenkei Százada című költeményét, iránytűt tart a kezében, mert a film gondolata, ha nem is kizárólagosan, a Lenkei féle huszárezred hazaszökéséből meri. Petőfi Sándor Lenkei Százada. Nem istentelenség, amit ők akarnak, segítséget vinni a bántott magyarnak. Segítségül menni hazájuk földjére, melyre immár foly a gazda nemzetvére. Ez a jó huszárok szívbeli szándoka, és hogy ezt titkolják, van annak nagy oka. Oda jutottunk már, hogy csak titkon lehet téged érezni, szent hazaszeretet. Petőfi Sándor Lenkei Százada című költeményében állít emléket a messziről, messzi északról embertelen viszontagságok közepette hazájukba visszatérő magyar honvédeknek. A valóság azonban mindig kegyetlenebb, mint a róla formált idealizált emlék. A forradalom kiterésekor számos magyarokból álló katonai egység állomásodott az osztrák birodalom területén, de Magyarországon kívül. Nem véletlenül került bele a 12 pont követelésébe, hogy katonáinkat ne vigyék külföldre, és az idegen katonákat vigyék el tőlük. Egy magyar alakulat a filmben huszárezred, melynek nem Lenkei, hanem Pál Farkas kapitány parancsnoka állomásain egy lengyel kisvárosban értesül a forradalom híréről. A huszárokban megmozdul valami, honvágyból és hazaszeretetből keveredő nyugtalanító érzés. A magyarok hazaindulnak. Nem csak ha az üldözésükre kiküldeti már ellenséges túlerővel kell megküzdeniük, hanem a természeti körülményekkel is. A hazavezető út nem dicsőséges menetelés, hanem vesszőfutás, nem egy emberé, hanem egy egész egységé. A korabeli filmgyár és színházi társulatokból verbúvált a színészgálda. Dózsa László, Tordi Géza, Madaras József, Cserhalmi György, Juhász Jácint, Oszter Sándor, Mécs Károly. A filmkritikusok szerint könnyű dolga volt Sára Sándor rendezőnek, mert végül is kicsiben vagy nagyban mindenki ugyanazt a szerepet kapta, játszotta. Nem volt viszont könnyű dolga Sára Sándor operatőrnek. Hegyen, völgyön, hóban, fagyban futni, lovagolni, lovat vezetni, vagy valahogy még valahogy megoldható, némi kaszkadőri képességet kívánó színészi feladat, ám ugyanezt kézből, váról vagy állványról filmszalagra rögzíteni már-már lehetetlenne határos. És hogy ezekből a jelenetsorokból a magyar filmtörténet egyik legszebben fényképezett filmje született meg, ahol a zöldelő völgyek, csupasz sziklák, ködben úszó hegycsúcsok ugyanúgy játszanak, mint a férfi színész csapat, ez már Sára és segítője Papp Ferenc és másodoperátor képalkotó tehetségének titka maradt. Elképesztően körülmények között forgattak, fönn a magas Tátrában. Egy-két órányi járásra Zakopanétól, ahol a stáb lakott. Az utolsó sorsdöntő csatát Magyarországon Diósjelőn forgatták, Budapestről 60 km-re a Börzsöny lábainál. Tordi Géza, aki szintén a film szereplője, egy interjúban így vallott a forgatásról. 38 éves korom körül jött a 80 huszár. Sára Sándor kiírt nekünk egy komoly kétnapos lovasedzést. Pirus-pörösön őre jártunk ki, csak nem minden nap tréningre, lovasedzésekre. Ezzel együtt nem tudok én lovagolni, nagy képűség lenne más mondanom, de viszonylag megtanultam, és főleg megúsztam, és nagyon élveztem. Ez Ogúznak, a csodálatos lónak köszönhető, akire a mai napig örök hálával gondolok. De voltak más érdekes, felejthetetlen élmények erről a forgatáson is. Lengyelországban, a Kaszpropű szállóban laktunk, és a Tátrai Nemzeti Parkban forgattunk. Busszal vittek ki minket, onnan lóháton mentünk fel a helyszínre. Napi 10-12 órát töltöttünk nyerekben, Sára megkövetelte, hogy boknyerget használjunk. Ott, az 1600-1700 méteres magasságban, július-augusztusban még hó és jég volt, minden párás, vizes, nem lehetett leszállni, mert a nyereg is rögtön nedves lett. A lengyelektől kaptuk a lovakat a filmre, 70-90 ló is volt.
Kértük, hogy mének ne legyenek közöttük, ennek ellenére mégis adtak. Így kipróbálhattam azt, hogy amikor ülök a lovamon, és egyszer csak a nyakamba horkan a csődör, érzem a leheletét. A kaszkadőröktől megtanultam, hogy kardlappal kell ilyenkor az oldalára ütni, és akkor leszáll rólam és a lovamról. A 80 huszár, amely vízválasztó volt, nem csupán a filmtörténet, hanem a színészek életében is kifogyhatatlan élményt jelentett mindenki számára. Néha az az érzésem, hogy aki részt vett ezen a forgatáson, ennek a filmnek a születésénél úgy mesél, úgy emlékszik rá, mintha ez lenne az utolsó film. Ennyit szerettem volna egy kicsikét ráhangolásképpen elmondani, és akkor kezdődjön a vetítés. Akkor is hazamegyünk! Úgy van! Hazamegyünk! Jó. Esküdjünk meg! Esküdjünk meg! Aki nyikkanni mer, széthasítom. Esküszünk egymás életére! Esküszünk egymás életére! Dúljunk! Most válik el a szaromájtól! Fiúk! Esküdjünk meg, hogy hazamegyünk! Esküszünk egymás életére! Esküszünk egymás életére, hogy mi ebből az idegen országból, szülőhazánkba visszatérünk. Szülőhazánkba visszatérünk. Aki közülünk áruló lesz. Aki közülünk áruló lesz. Azt tiszta lelkiismerettel megöljük. Azt tiszta lelkiismerettel megöljük. Isten engem úgy segéljen, ámen. Isten engem úgy segéljen. Ámen. Hazamegyünk! 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 Olyan május hát állítok a lányoknak, hogy még én azt, hogy korukban is odajárnak frissálni!